Sziasztok! A mai videó az egy ilyen update-es videó lesz, tehát erről a témáról már tavaly novemberben, 18 november elején már felraktam egy videót, és arra gondoltam, hogy most így több mint egy év eltelt azóta, és elmesélem azt, hogy így haladtam bele. Ugye az előző videóban megtudhattuk azt, hogy miért is mondtam le a samponokról, vagyis miért redukáltam őket, és ugye megtudtuk azt, hogy 5 uszkve 7 naponta szoktam hajat mosni samponnal, a többi nap viszont meg, attól, hogy mögöttem vagy, attól még vakarózol, Manu, ne vakarozzál. Szóval megtudhattuk azt, hogy 5 uszkve 7 naponta mosok samponnal hajat, hagyományos módon, és a többi nap viszont max vízzel öblítem át és mosom át a hajamat. És ugye kértétek azt, hogy legyen egy update így egy évvel később, hogy hogy haladok ezzel, tartom-e, vagy hogy mi a helyzet ezzel az egésszel. És azt kell, hogy mondjam, hogy némi változással, de tartom. Továbbra is ilyen 5-7 naponta szoktam hajat mosni. Ez attól függ, hogy mennyire van meleg, mennyire izzadom meg, mennyire veszem rá magam például az edzésekre. Az előző videóban mondtam azt, hogy a balzsamokra nem mondtam le. Ez azóta is így van. Tehát balzsamot szoktam használni. Azzal az egy változással, hogy most, mikor hajat mosok, akkor előtte ezzel a kókuszolajjal, előtte lévő este kókuszolajjal, én ezt szeretem a legjobban, ez a Nature Kuta WCO kókuszolaj, 100%-os tisztaságú, vegyszermentes, hideg sajtolással nyert szűz kókuszolaj. Ezzel a kókuszolajjal, nálam csak ez a fajta kókuszolaj van, rengeteg más fajta létezik, és bár nagyon sokféle van a piacon, ami közül lehet válogatni, én ezt használom, ezzel a kókuszolajjal szoktam bekenni az egész hajamat, nem csak itt a hajvégeket, hanem az egész hajamat, szépen belemasszírozom a fejbőrömbe, plusz bekenem a hajamat, és hagyom másnap reggelig. És másnap reggel viszont meg hagyományos módon megmosom a hajam, sima normális samponnal, és utána ugyanúgy használok ilyen hajvégápolókat, tehát balzsamot például. Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy hetente egyszer mosok hajat samponnal, a többi nap a sima víz. Sima vízzel átmosom és átöblítem, és nekem nagyon lassan nő a hajam, szóval, hogyha megnézitek, azért egy év alatt nem nőtt olyan drasztikusan a hajam, mint ahogy néhány ismerősömnek szokott nőni a haja. De azt kell, hogy mondjam, hogy azért ahhoz képest, amilyen egy évvel ezelőtt volt, amikor azt hiszem nagyjából így eddig ért a hajam, most meg úgy eddig, szóval azért valamicskét tényleg nőtt a hajam. Ha más előnye nincsen, akkor ugyebár ez. Ami újdonság, hogy olyan csaptelepet találtam az interneten, aztán kb. Ilyen 1000-100 forintért lehet venni, szóval nem egy nagy költségű beruházásról van szó, ami tisztítja a vizet, szóval ilyen klórmentes, és minden vegyszert kiszűr a vízből, szóval amikor bemegy a víz ugye ebbe a fejbe, akkor ott kiszűri, és gyakorlatilag a tiszta vizet kapott, klórmentes vizet. Én ebbe a szűrőbe belefektettem, és én ezt megvettem. Szerintem egy jó választás volt, és jó döntés volt, mert ugye klórmentes, meg minden vegyszermentes, amit ugye azt tudjuk, hogy a Dunában szedjük a vizet, és az rengeteg tisztító szűrőn megy keresztül, de 100%-ig nem tudják kiszűrni.
Én most vettem még egy ilyen szűrőt, ami én átmegy. Természetesen nem azt mondom, hogy ezek után 100%-os, és ennélkül klóros és rossz, és nem tudom, hogy micsoda. Ezt nem mondom, mert igenis iható, igenis rengeteg kritériumnak megfelel. Én biztonság kedvéért még egy ilyen szűrőn átszűröm a vizet, és gyakorlatilag nekem ez bevált, ugyanúgy bevált az, hogy hetente egyszer mosok hajat. Gondolkoztam régebben azon, hogy hú, mi lesz, hogyha majd erre beáll a hajam, és akkor már csak, ha mondta, egyszer kell hajat mosnom rendes samponnal, egyszerrel, utána már egyszer sem, és hű, de király, meg jó lesz. Ezek az elképzelések és elmodozások nem váltak valóra. Szóval olyan, hogy 100%-osan elkerüljem a sampont, az továbbra sem sikerült elérnem, továbbra is hetente egyszer használom a sampont, úgy, ahogy eddig, de én ezzel a hetente egyszeri hajmosással tökéletesen meg vagyok elégedve, ha másért nem, akkor azért legalább egy picit megnőtt a hajam, és tényleg egészségesebb, és jobban is érzem magam tőle. Remélem tetszett a videó, és nagyjából ilyen hasonló beszámolóra számítottatok. Nem tudom pontosan, mire számítottatok, szóval nem mondtátok meg. Így remélem, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!